Tamási városnak a 2022-es évi költségvetése hasonlóan alakult a tavalyi évhez. Derült ki a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Túl vagyunk egy újabb covidos éven, reméljük, hogy az utolsó. Ez azért mondom, hogy nagyon sok a hasonlóság, és egyben nagyon sok a különbség is, mert a főösszeg majdnem ugyanannyi, mint a tavalyi évi. Közel 8 milliárd forintból gazdálkodhat a város az idén, ez 7,7 milliárd kerekítve. A legfontosabb az, hogy a város biztonságos működését tudjuk a költségvetésen keresztül biztosítani. Ebbe beletartozik az elsősorban az intézmények működése, a kötelező feladatellátás, városüzemeltetés, hivatal működése, és minden, ami ezekhez kapcsolódó kiadást. Ezeket összefoglalóan nevezhetjük működési kiadásnak. A működési kiadások, tehát ez bér és dologi kiadás, összességében a 7,7 milliárdos költségvetésből kb. 3 milliárd forintot tesznek ki. A többi fejlesztés beruházás, aminek nagy része pályázati forrásból fog megvalósulni, tehát ebben az önkormányzaton átfutó pályázatok is már bent vannak, amelyeknek a támogatása már biztos, és amivel tudunk már számolni. Én egyébként abban reménykedem, hogy ugye a költségvetés módosításokon keresztül a várhatóan, és egy kicsit azért most optimista vagyok, lesznek újabb nyertes támogatásaink, pályázataink, gondolok itt a polgármesteri hivatal felújítására, fürdőfelújítás, gimnázium. Itt még csak a tervezési költségek futottak át a mostani városi költségvetésen, de amennyiben erre a teljes támogatást megkapjuk, így akkor akár meg háromszorozhatjuk a költségvetésnek a főösszegét. Mindazonáltal a különbség is van a tavalyi évhez képest, hisz most már három új intézményünk, illetve intézményi telephelyünk működik. A Sportokháza, a látogatóközpont, ők már az elmúlt évben, illetve idén év elején is működtek, de a Covid miatt nem lehet teljesnek nevezni azért ezeknek az intézményeknek a létesítményhez a költségvetését. Most már teljes évre tervezünk. Az átadott zöldpont és civilház üzemeltetési költségeit is számba kellett venni a képviselőtestületnek a 2022-es büdzsé megállapításakor. Azzal is törekszünk a biztonságos működésre, hogy egy idén is komolyabb tartalékot terveztünk be. 20 és 30 milliárd, tehát összesen általános és céltartalék tekintetében 50 milliárd forint áll majd rendelkezésre, amit a szükség esetén ki fogunk tudni használni. A sportegyesületeknek és a civil szervezeteknek szánt keretek pedig nem változtak a tavalyi évhez képest, itt ugyanakkor összegekkel tudunk számolni. Tamási város képviselőtestülete zárt ülésen hozta meg a döntést a Tamási Intelligens Hivatal építése kapcsán a közbeszerzési eljárás megindításával és a dokumentumok jóváhagyásával kapcsolatban. Gyakorlatilag az, ahol éppen most interjút adok, az épület remények szerint hamarosan teljesen megújul. Nem csak esztétikailag, hanem olyan korszerű berendezésekkel lesz felszerelve, mert mi ugye intelligens városházának hívunk, itt egy nagyon klasszikus értelembe vett, nagyon energiatudatos épület, ami azt jelenti, hogy az energiafelhasználása szinte nulla, tehát a termelt és a felhasznált energia egyenlege, nem passzív házat építünk. Két cél volt, hogy a város központja teljes mértékben készen legyen, az épületnek az alapértékei, tehát az a gyönyörű homlokzati elemek, egyebek azok mind megmaradjanak, de mégis egy korszerű hivatalt hozzunk létre a mai testületülésnek az át részén, bár annak a döntése nyilvános lesz, de a lényeg az, azt azért elmondhatom, hogy a testületnek ilyenkor az a dolga, hogy a közbeszerzési eljárásról döntsön, hogy megindítsa. Tehát az ajánlati felhívásnak a jóvágyása fog reményem szerint megtörténni a elkövetkezendőkben. Valamint ugye ehhez kapcsolódó nyílt napi rendi pont a Kossuth térnek a tervezési feladatainak megrendelése. Tudnék, az is kapcsolódik, tehát ugye nem csak egy épületet építünk, hanem megpróbáljuk a teljes Kossuth teret hozzáidomítani a megváltozott helyzethez. Más közlekedési rendszerek lesznek, de mindenkit megnyugtatóan rendezzük például a parkolás kérdését. Ugye még mielőtt mindenki elkezdené mondani, hogy megszüntetünk parkolókat, visszaadunk a térből a térjellegnek, de a darabszám nem változik a parkolók során. A Tamási Intelligens Hivatal közbeszerzési eljárása 3-4 hónap alatt zajlik majd le, ami után indulhat a kivitelezési folyamat, ami másfél-két évet vesz majd igénybe.